Megkezdődött a szület a szekszárdi borvidéken is. Az ország déli borvidékein Irsai Olivérrel indult a 2019-es szezon. Bősz Adrián, a szekszárdi hegyközségi tanácselnöke azt mondja, idén két héttel később kezdődött a szület a borvidéken tavalyhoz képest. A szőlőnek a paraméterei azok nagyon-nagyon szépek voltak, nagyon arányos volt benne a sav, a pH, a cukor tartalom, és hát eddig most a tartályban úgy nézem, hogy egy nagyon szép tétel is erjedt benne. Szeptember elején elkezdik leszedni a kék szőlőt is. A rózé alapanyaga után a kék oportó születe következik. A hegyközségi tanácselnöke azt mondja, a csapadék eloszlás és a napsütéses órák száma kedvezett a borvidéknek. A bor minősége és mennyisége az őszi időjárástól függ. Ha nem túl meleg, száraz, kellemes klímájú őszünk lesz, akkor biztos, hogy még nagyon-nagyon sokat hozzá fog tudni tenni a minőséghez. Hogyha nagyon csapadékos lesz, sokat esik az eső, borongos lesz, akkor viszont az biztos, hogy valamilyen szinten rontani fogja, vagy legalábbis csökkenteni fogja az érést, az érésnek az intenzitását. Úgyhogy mi bízunk abba, hogy egy meleg, száraz ősznek nézzünk elébe. Mészáros Pál borász a tavasszal és nyáron lehullott sok eső miatt leveses termésre számított, de az első mustok testesre sikeredtek, mondja. Az Irsai Olivér mustja már el is forrt, a rozé is jóval sötétebbre sikeredett, mint a korábbi években. Úgy véli, 2019-ben akár csúcsborok is készülhetnek. Úgy néz ki, hogy nagyon jó minőségű borok lesznek. Az Irsai Olivért már leszettünk, meg szedtünk rozénak egy kis Zweigert, Pinot Noir házasítást, és hát mindegyiknél az a tapasztalat, hogy hát könnyebbek a fürtök, könnyebb a bogyó, nagyobb a beltartalom. A borászatok több újdonsággal, új dizájnnal, új háziasítással készülnek a 2019-es szüreti fesztiválra, és többen közülük tervezik a pezsgő piacra dobását is.